Zoli, a küzdeni akarással nem volt ma probléma, mégis elment a meccs, hol sikerült elcsúsznia? Hát a kihagyott zicsereken múlt ez az egész. A statisztika alapján 28 kihagyott helyzetünk volt a mai mérkőzésen, ami rengeteg. Ez hát meg is pecsételte a sorsunkat. Hiába beszéltük, átnéztük meg, és próbáltunk felkészülni az ellenfél kapusával, aki tudtuk, hogy annak idején egy válogatott kapus volt, és nagyon jó még mindig a rutinjával, nagyon jól tudja védeni, nagyon jó teljesítményt tud nyújtani. Ezt láttuk az előző mérkőzéseken is, amit a felvételeken láttunk. Hát sajnos mi is beleestünk ugyanabba a hibába. Nem azokat, nem oda lövöldöztük a labdákat, ahova kellett volna. Tehát akkor fegyelmezetlen volt ma megint egy kicsit a csapat? Nem mondanám azt, hogy fegyelmezetlen volt, inkább a túlzott akarás volt benne szerintem most, hogy a hazai közönség előtt is meg tudjuk már végre mutatni, hogy valójában mire vagyunk képesek. Ez idegenben már párszor sikerült, hazai környezetben még nem, és talán ez nyomta rá inkább a bélyegét erre az egészre. Én azt láttam, hogy megmutattátok, hogy mire vagytok képesek, hiszen a 10. percnél talán 2-3 volt az eredmény, tehát alig esett gól az első játék részbe, és sikerült megfordítani is az állást. Ez így van, csak ezt meg is kell tartani a meccs végéig. Na ez az, amiben még nagyon-nagyon-nagyon sokat kell fejlődni, hogy amikor átvesszük végre a vezetést, és úgymond a lámpalázunkat leküzdjük a mérkőzés elején, mert ez általában ez így is volt eddig is, akkor meg is tudjuk tartani, és sőt, inkább növelni kéne az előnyünket. Ennek ellenére voltak olyan gyermetek hibáink, amikor talán hármas ember előnyben nem tudtunk kapura lőni, utána kettős ember előnyben voltunk, 1 perc 44 másodpercig, akkor se tudtuk gólra váltani az ember előnyünket. Tehát ezek azok a nüansznyik, pici dolgok, amik azért döntően befolyásolhatnak egy mérkőzést, és mi most ebbe vagy túl akartuk ezt az egészet, túlságosan dolgozott bennünk a bizonyítási vágy, vagy nem tudom, de nagyon nem, tehát nagyon gyengén játszottunk magunkhoz képest. Én két mondatot elcsíptem tőled két-két időkérésnél, sőt az egyik az nem időkérésnél hangzott el, az, hogy örüljünk a másik góljának, örüljünk egymásnak és biztassuk egymást ebben. Ez így van. Én nagyon szeretném azt, hogyha végre egységes és egy csapat legyen és egymásért tudjunk küzdeni. Az, ami nagyon-nagyon hiányzik belőlünk, és ez egy plusz löketet adhatna a csapatnak a teljesítményében, ez az, ami abszolút nem látszódott ma sajnos, holott direkt elmondtam azt, hogy bűzítsük egymást, hogy emberek vagyunk, hibázunk, benne van ez, semmi probléma nincsen, kijavítjuk védekezésbe. Ha meg te védekezésbe hibázunk, akkor is még egy gólt lövünk, és ez nagyon-nagyon hiányzott ma belőlünk. Valami nem tudom miért, de nagyon hiányzott. Utolsó 5 percben elég nyitott volt a védekezésünk, mondtad is nekik az utolsó időkérésnél, hogy 5 perc, 5 gól. Hát ezt az ellenfél majdnem megcsinálta, ezt az itinert. Hát így van. Semmi más úgymond lehetőségünk nem volt, mint azt, hogy labdát szerezzünk, azt, hogy faragjunk a hátrányunkból. Ebben láttam a megoldást, mert hogyha hagyjuk őket játszani, rutinosan lejátszották volna azt a maradék 5 percet, talán 2 kapuralövéssel, és azt hiszem akkor volt 5 közte. Tehát akkor is kikapunk sajnos. Ebben láttam az egyetlen egy megoldást, sajnos nem úgy jött össze megint sem, amit egészen már elég régóta gyakoroljuk, és mondom, valami nem volt kerek most a csapat játékosok fejében. Lehet, még egyszer mondom, nagyon nagy valószínűséggel ezt tudom, hogy az itthoni közönségnek szeretnék megmutatni végre. És ez a bizonyítási vágy, ez nagyon rányomta a bélyegét erre az egészre. De még nincs vége a bajnokságnak, nincs vesze semmi, úgyhogy... Abszolút nincs vesze semmi, és nincs vége a bajnokságnak. Még van 2 meccsünk, az mind a 2 idegenben lesz. Tehát, hogyha az eddigi tendenciát mutatjuk, akkor idegenben jó eredményeket fogunk tudni elérni. És ezeket a, hát nem tudom, hogyan fogalmazzam, hibákat nyilván tavaszra ki kell javítani. Sokkal bátrabban és sokkal összeszedettebben kéne játszanunk tavasszal, vagy kell játszanunk tavasszal, és most már mindenki megtapasztalta, hogy milyen az az osztály, milyen sebességet diktálnak az ellenfeleink, és mikre vagyunk mi képesek, és mik azok a dolgok, amiket igenis háttérbe kell szorítani, vagy inkább el kéne felejteni, hogy azok a hibák ne forduljanak elő a tavasszal. És akkor úgymond a kitűzött célunkat el fogjuk tudni érni.